Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, akiknek az előttünk álló szezon lesz az utolsó esélyük arra, hogy megvédjék a hírnevüket. 10. Roberto Firmino. A brazil támadó már a 8. szezonjára készül a Liverpoolban, és a jövője szempontjából ez lehet az egyik legfontosabb idénye. A nyáron ugyan több pletyka is felröppent a távozásával kapcsolatban, hiszen már csak egy év van hátra a szerződéséből, és Darwin Núñez, valamint Luis Diaz korábbi érkezésével talán mellőzötté válik, ám ő a napokban elárulta, hogy imádja a várost, a szurkolókat és a klubot, és maradni akar. Jürgen Klopp is úgy fogalmazott Firmino esetében, hogy a Liverpool egyik szíve és lelke, igazán fontos láncszeme a csapatának, ezért nem is szeretnék eladni őt. Firmino karrierje legjobb szezonját egyébként a 2017-18-as idényben produkálta, amikor minden sorozatot figyelembe véve 27 gólt szerzett. Persze nagy eséllyel pályafutása során már nem hoz még egyszer ilyen számokat a legmagasabb szinten, és nem is ő lesz Klopp első számú választottja, de mégis nagy szerep hárulhat rá. Aztán pedig az előttünk álló idény rengeteg mindent eldönthet majd Bobby Firmino karrierjének folytatását illetően, hiszen kérdés, hogy a vörösök terveznek-e majd hosszabbítani vele Liverpoolban, s ha nem, akkor milyen szinten és hol folytathatja majd a brazil. Ebből a szempontból mindenképp kulcsfontosságú szezon előtt áll a Liverpoolban már több mint 300 meccsen pályára lépő támadóra, aki aligha nem mindent elkövet majd annak érdekében, hogy bebizonyítsa, nem szabad őt leírni, és a továbbiakban is helye van a Mersey Party klubban. 9. Mario Götze. 2014. július 13-án Mario Götze a mennybe ment. A 88. percben legendás gólt szerzett az argentinok elleni VB döntőben, amivel Németország megnyerte a világbajnokságot. Ám ami a nacionálelfnek a megváltást, úgy fest Götzének egy átkot hozott el, hiszen a történelmi találat után komoly lejtmenet vette kezdetét a Borussia Dortmund és a Bayern München korábbi játékosának pályafutásában. A 30 esztendős támadó középpályás néhány évvel ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a közvélemény és a futballszakma is teljesíthetetlen elvárásokat támaszt azokkal szemben, akik győztes gólt szereznek a VB döntőben. Ez a teher pedig nagyon úgy fest, hogy megtörte Götze karrierjét. 2020-ban elhagyta a Bundesligát, és az előző két szezont a PSV Eindhovennél töltötte, ahol már nyomokban újra fellelhetőek voltak az egykori zseniális középpályás képességei, így az Európa Liga győztes Eintracht Frankfurt ki is vetette rá hálóját, és potom 4 millió euróért elhozta őt az Eredivisie-ből. Ezzel pedig Mario Götze előtt adott lett a lehetőség, hogy megtörje azt az átkot, amit a VB döntős gól okozott neki, hiszen a frankfurtiakkal BL résztvevő lesz, és újra egy topligában, ráadásul a számára legotthonosabb bajnokságban, a Bundesligában futballozhat. A 62-szeres válogatott játékos is úgy érzi, nagy dolgokra lehet hivatott az Eintrachtban, hiszen odaigazolásakor úgy fogalmazott, ő szeretne lenni a kirakós, hiányzó darabja, amivel a Frankfurt még az előző szezonnál is nagyobb tettet vihet véghez. 8. Luka Jovic. Sokan úgy tartják, hogy a szerb támadó a Real Madrid történetének valaha volt legrosszabb igazolása, és ebben van is valami. A Frankfurtban a 2018-2019-es szezonban brillírozó, 48 mérkőzésen 27 gólt elérő Jovicért 2019-ben nem kevés pénzt, 60 millió eurót fizetett a királyi gárda, amely Karim Benzema utódját látta benne, ám a hatalmas tehetségnek kikiáltott csatár 3 év alatt 51 tétmeccsen pályára lépve csupán 3 gólra volt képes a habfehér klubban, ahol ráadásul nem csak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem az azon kívül mutatott magatartásával is problémák voltak. 2020-ban a koronavírus járvány idején például többször is megszegte a karantén szabályokat, ami arra engedett következtetni vele kapcsolatban, hogy a hozzáállása nem olyan, ami egy profi sportolótól, egy Real Madrid játékostól elvárható lenne. A szerb így gyakorlatilag teljesen eljátszotta a bizalmat Madridban, az előző idényben sokszor már a kispadra sem ülhetett le a Reálnál, így egyértelmű volt, hogy a spanyolok ezen a nyáron bármi áron igyekeznek majd megszabadulni tőle, ami az elmúlt 3 évben nyújtott teljesítménye miatt egyáltalán nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen ki akarna pénzt adni egy olyan támadóért, aki gólt csak szökő évente szerez, és a magatartásával is gondok vannak. Sokat mondó, hogy a madridiak végül arra is hajlandóak voltak, hogy átigazolási díj nélkül engedjék el a 24 esztendős Jovicot, aki a következő szezonban a Fiorentinában bizonyíthatja, hogy sokkal több van benne annál, mint amit a Reálban mutatott, és személyében valóban Európa egyik legígéretesebb csatárát tisztelhetjük. Firenzei karrierje egyébként remekül indult, hiszen csapata első két felkészülési meccsén 5 alkalommal is betalált. 7. Paul Pogba.
Az utóbbi évek talán egyik legtöbbet kritizált játékosáról van szó, aki a Manchester Unitedben hol zseniálisan, hol pedig félelmetesen rosszul játszott. Szerződése lejárta után pedig úgy döntött, ő is meglépi azt, amit oly sok, már nem a régi fényében tündöklő sztár futballista, visszatér oda, ahol a legjobb formában játszott. Ez Pogba esetében a Juventust jelentette, azonban épp hogy csak megérkezett Torinóba, már is hónapokra kidőlt egy sérülés miatt. A 29 éves középpályást az elmúlt években a Manchester Unitednél is folyamatosan sérülések hátráltatták, így az ő esetében még inkább nehéz lesz újra bebizonyítani világklasszis mi voltját, pláne hogy egy olyan Juventusban fog a következő idényben játszani, amelynek már bőven akadnak kihívói a Scudettoért vívott harcban, nem úgy, mint korábbi időszakában, amikor az öreg hölgy egyeduralkodója volt a szériának. Lehet, hogy maga Pogba nem is fog már a régi fényében tündökölni, de a pénztárcája mindenképpen jókorára duzzad majd az elkövetkező években, hiszen a csapat 5. legjobban kereső játékosa lett heti közel 200 000 eurós fizetésével, és ezt 2025-ig biztosan utalja is majd neki a Juventus. Aztán kérdés, hogy hány mérkőzéssel és milyen teljesítménnyel tudja ezt majd ő meghálálni. 6. Ousmane Dembélé. A francia támadó esetében talán még korai arról beszélni, hogy a karrierje megmentése lenne a tét, viszont olyan szempontból mindenképpen helye van a listánkon, hogyha nem bizonyítja klasszisát a következő 2 szezonban, akkor könnyen lehet, hogy búcsút inthet a legmagasabb szinten történő labdarúgásnak. Azért 2 idényt említettünk, mert a Barcelona nemrégiben 2024-ig meghosszabbította Dembélé eredetileg júniusban lejárt szerződését. És az új kontraktus már az előbb elhangzottak alapján is jelzésértékű, hiszen 40%-kal keres kevesebbet majd, mint amikor 2017-ben aláírta a gránátvörös kékekhez. Akkor egyébként 135 millió eurót fizetett a Barcelona a Borussia Dortmundnak, és a kezdeti időszakban úgy tűnt, óriási flop lesz a francia szélső szerződtetése. Az előző idényben a Xavi által újjáélesztett Barszában viszont elkezdte megtalálni a helyét. Igaz, csak 1 gólt szerzett, azonban emellett 13 asszisztot is kiosztott a bajnokságban, amivel a gólpasszok tekintetében eddigi legtermékenyebb idényét produkálta Katalóniában. Ráadásul úgy fest a versenyhelyzet megteremtése, gondolunk itt Rafinha leigazolására, még jobb formára sarkalta Dembélét, ugyanis a felkészülési időszak során 5 mérkőzésen 5 gólt szerzett, ilyen jó időszaka pedig 2018 óta nem volt. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. 5. Dele Alli. Hatalmas vungal robbant be a köztudatba a 2015-2016-os szezonban Dele Alli, amikor az angol harmadosztályú Milton Keynes Dons-ból leigazolta őt a Tottenham. Az első élvonalbeli idényében már alapembernek számított a Spursben, és 10 gólja mellett 9 asszisztot jegyzett. A következő szezonban pedig még magasabbra tette a lécet, Mauricio Pochettino csapatában 18 gólig és 7 gólpasszig jutott a Premier League-ben, és oroszlán részt vállalt abból, hogy a Tottenham a bajnokság második helyén végezzen. Ekkor talán kevesen gondolták volna, hogy az akkor még csak 21 esztendős középpályásnak ez az idény volt pályafutása csúcsa, és bár a következő évadban is 19 gólban vállalt szerepet 9 találat és 10 gólpassz formájában, valamint a Bajnokok Ligája döntőjébe is eljutott a Spurs-szel, de a következő évek már a visszaesésről szóltak nála. Idén januárban el is hagyta a londoniakat és átigazolási díj nélkül szerződött az Evertonhoz, ahol abban bíztak, hogy a sokra hivatott támadó középpályás majd nagy segítségükre lehet a kiesés elkerüléséért vívott harcban. Nos, a liverpooli klub végül megőrizte az élvonalbeli tagságát, de ez a legkevésbé sem Alinak volt köszönhető. A 37-szeres angol válogatott játékos ugyanis csak elvétve játszott, és 11 bajnokin pályára lépve végül gólt sem sikerült szereznie a kékmezes csapatban. Persze a gólszerzése a Frank Lampard vezette nem túl acélos csapatban nem is egyszerű feladat, de az, hogy Dele Alli még számottevő futballista legyen a labdarúgás világában, a következő idényben muszáj lesz domborítania valamit. Erre pedig meg lesz az esélye, hiszen a csapat legjobbja, Richarlison épp az angol középpályás korábbi csapatához, a Tottenhamhez igazolt a nyáron, így még nagyobb szerep hárulhat majd a még mindig csak 26 éves Dele Allira. 4. Mauro Icardi. Mauro Icardi helye a listánkon szinte borítékolható volt, azonban az, hogy a következő idényben is a PSG-ben futballozik majd, már egyáltalán nem ilyen biztos. Mert hogy az argentin csatár ügynöke a hírek szerint előre haladott tárgyalásokat folytat a Serie A újoncával, a Silvio Berlusconi tulajdonában lévő Monzával. És ha valahol újra régi fényében tündökölhet a parti srácként is becézett csatár, akkor az pont az olasz bajnokság. Icardi Párizsban csak epizód szerepekhez jutott, de ez nem is csoda, hiszen Lionel Messi érkezésével még inkább háttérbe szorult a már
addig is sokat mellőzött támadó, akinek az argentin betoppanása előtt Mbappé és Neymar mellett is nehéz volt labdába rúgnia. Karrierje fénypontján azonban a szériában 3-20 gól feletti szezont is produkált, pályafutása legeredményesebb idényében a 2017-18-as évadban például 34 mérkőzésen 29 találatig jutott. Így tehát egy csapatváltás kézenfekvő lehet Icardinak, aki 29 éves kora létére még nagyobb dolgokra lehet hivatott annál, mint hogy a padon ücsörögjön a Paris Saint-Germainnél. Egy olasz bajnokságba való visszatérés pedig újra beindíthatná az elmúlt időszakban magánéleti botrányoktól is hangos argentin karrierjét, és ha még vannak ilyen ambíciói, akkor bizony ezt a lépést most kell meghoznia. Ez pedig minden bizonnyal ügynöke és egyben felesége, Wanda Nara is jól tudja. Harmadik, Anthony Martial. A Manchester Unitednél továbbra sem igazán körvonalazódik a Cristiano Ronaldo szaga végkifejlete, ám Anthony Martial minden bizonnyal nem bánná, ha végül távozna a portugál, hogy nagyobb esélye legyen első számú csatárrá válni Erik ten Hagnál, aki egyébként a jelek szerint nagyon bízik benne. A francia támadónak 2025-ig szóló szerződése van a vörös ördögökkel, ám a heti 250.000 fontos fizetése mellett jó eséllyel az utolsó szezonja lehet, hogy jövő nyáron ne adjon túl rajta a manchesteri együttes, és ezzel együtt meg is mentse karrierjét. A United 2015-ben az átigazolási időszak utolsó napján a Monacótól igazolt el Martialt, aki akkor mindössze 19 évesen még egy ismeretlen játékosnak számított. Ehhez képest az angol klub 60 millió eurót sem sajnált érte kifizetni. A még mindig csak 26 éves csatárnak pedig 7 év alatt sem sikerült megmutatnia azt, hogy megérte az árát. Olyannyira nem, hogy az előző idény második felében már kölcsönadták őt a Sevillának, ahol 12 meccsen mindössze egyszer tudott eredményes lenni. Viszont mivel Erik ten Hag személyében új edző érkezett az Old Traffordra, és a csatárkérdés sem teljesen tisztázott még, ez jó esélyt teremthet a francia támadónak arra, hogy megvesse a lábát a manchesterieknél. A felkészülési időszak legalábbis arra enged következtetni, hogy Martialnak megvannak ezen ambíciói, hiszen Jadon Sanchoval egyetemben 3 góllal a csapat legeredményesebb játékosa volt a klub ázsiai túráján. Persze a 2019-2020-as szezonban volt olyan idénye a francia játékosnak, hogy 17 gólig és 6 gólpasszig jutott a Premier League-ben, így a korábbi jó teljesítmény még megadhatja irányába a bizalmat, hogy ténylegesen elkezdje befutni azt a karriert, amit 7 évvel ezelőtt vizionáltak nála. Második, Antoine Griezmann. Nagyon ritkán fordul elő a futballban, hogy egy nagy visszatérés igazán jól süljön el. Antoine Griezmann ugyan még csak kölcsönben tért vissza korábbi sikereinek helyszínére az Atletico Madridhoz, de nagyon úgy fest, hogy a matracosok nem azt a kis herceget kapták vissza, akit annó 2019-ben elengedtek a Barcelonához. A francia támadó pályafutása addig egy igazi sikertörténet volt. Az Atleticónál úton volt a klublegenda státusz felé, bajnokságot nyert a csapattal, 2018-ban pedig világbajnok lett a francia válogatott. Mindezt úgy, hogy 7 meccsen 4 gólt szerzett az oroszországi VB-n, ráadásul a horvátok elleni döntőben is betalált. Nem is volt véletlen, hogy a Barcelona 120 millió eurót sem sajnált kifizetni érte, de Katalóniában a legjobb idényében sem tudta hozni a legrosszabb Atletico szezonjában produkált számokat, így kézenfekvő volt, hogy kölcsönadja őt a Barca. A gránátvörös kékekkel egyébként 2023 nyaráig szóló szerződése van, és a kölcsönkontraktusa 1+1 évre szól, így Griezmann esetében kivált kép igaz, hogy a következő idény az utolsó lehetősége arra, hogy megmentse karrierjét és jó hírnevét. Noha a szerződés úgy szól, hogy az Atletico Madridnak kötelező lenne kifizetnie a 40 millió eurós vásárlási opciót, amivel még mindig jókora pénzt keresnének a francián, de ez a kötelezettség függ Griezmann lejátszott mérkőzéseinek számától is, és mivel az előző idényben 26 meccsen csak 3 gólig jutott a La Ligában, korán sem biztos, hogy Diego Simeone nem kapja meg azt az ukázt a vezetőségtől, hogy ne lépje túl ezt a keretet. Minden esetre, ha Griezmann szeretne még a legmagasabb szinten futballozni, akkor nem sok ideje maradt a bizonyításra. Első, Eden Hazard. Tavaly olyan szalagcímeket lehetett olvasni a belga támadóval kapcsolatban, hogy a Real Madrid története legrosszabb vásárát csinálta vele, vagy hogy minden idők legjobb belga focistája csúfosan megbukott a királyi gárdánál. Ebből adódóan érthető, hogy a 14-szeres BL győztes együttesnél lassan elfogy a türelem Hazard irányába, akiért a Real Madrid 2019-ben klubrekordot jelentő 115 millió eurót fizetett a Chelsea-nek. Azonban az immár 31 esztendős támadó 66 tétmérkőzésen mindössze 6 gólt szerzett eddig a királyiak mezében. Így bátran kijelentetjük, hogy az eddigiek alapján nem, hogy nem törlesztette a vételárát, de gyakorlatilag teljesen megbukott a spanyol fővárosban.
Pedig Azár világklasszis futballistaként érkezett Madridba, azonban Zinedine Zidane alatt folyamatos súlyproblémákkal és sérülésekkel küzdött, míg Carlo Ancelotti Reáliában nem tudta kiszorítani a fantasztikus formában játszó Vinicius Juniort. Ugyanakkor az olasz mester a hírek szerint a következő idényben már új szerepkörben, amolyan hamis 9-esként Karim Benzema cseréjeként számol majd a belgával, akinek nem sok ideje maradt bizonyítani azt, hogy helye van a királyi gárdában. Szerződése ugyanis 2024 nyaráig szól, így ha a Real Madrid még szeretne pénzt látni belőle, legkésőbb a következő nyári átigazolási időszakban túl kell majd adnia rajta. Kérdés persze, hogy a támadó rá tud-e még szolgálni olyan szinten a bizalomra, hogy mindez ne történjen meg. Ráadásul a novemberi katari világbajnokság közelettével Azárnak a következő idény első szakasza a válogatott béli karrierjét is nagyban befolyásolhatja, hiszen ha kezdő akar lenni a belga válogatottban a tornán, akkor a következő 3 hónapban folyamatosan és minél jobban kell játszania a Reálban. Ez volt tehát az a 10 játékos, akiknek az előttük álló szezon lesz az utolsó esélyük arra, hogy megvédjék, megmentsék a hírnevüket. Ha van olyan játékos, aki nem szerepel a listán, de szerintetek helye lenne rajta, akkor írjátok meg kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.